Angyalok lázadása. A Biblia olvasata. Pár szóban azért foglaljuk össze, hogy kik is az angyalok, mikor és hogyan keletkeztek, és milyen fajtáik vannak. Pillancsunk bele elsőként a Bibliába. A Biblia arról számol be, hogy az angyaloknak három fő csoportja van. Első, szeráfok, akik Isten trónjánál szolgálnak, hirdetik Isten szentségét, és szellemileg tisztán tartják a népét. Második, kerubok, akik kiállnak Jehova hatalma mellett. Harmadik, más angyalok, akik teljesítik Isten akaratát. A Biblia először Mózes első könyvében, a 3.24-ben utal közvetlenül az angyalokra. Kiűzte, mármint Jehova, az embert, majd az Éden kertjének keleti oldalára kerubokat állított, és egy szüntelenül forgó kard lángoló pengéjét, hogy őrizzék az élet fájához vezető utat. A sátán elsőként a paradicsomban tűnik fel, amikor megkísérti az első emberpárt. Ekkor már világosan látszik, hogy az Úr akarata ellen lázítja az embert. Tudniillik, a tilalom megszegésére buzdította az őseinket. Tegyük hozzá, sikerrel. A Bibliából az is kiderül, hogy Noé idejében más angyalok is fellázadtak Jehova ellen. Ők elhagyták az égi helyüket, lejöttek a földre, és fizikai testet öltöttek magukra. Mózes első könyvében, 6.2, így fogalmaz. Az igaz Isten fiai felfigyeltek rá, hogy az emberek lányai szépek, és feleségeket vettek maguknak, mégpedig mindazokat, akiket kiválasztottak. Jehova Isten azonban megelégelte az angyalok eme ténykedését, ezért özönvizet bocsátott a földre. Így elsöpörte az összes gonosz embert, és csak a hűséges szolgáit tartotta életben. Ezután a lázadó angyalok, a démonok kénytelenek voltak levetni fizikai testüket és visszatérni az égbe. Ezzel a tettükkel gyakorlatilag a sátán az ördög oldalára pártoltak. A sátán a démonok uralkodója lett, mondja Máté 9.34-ben. A bukottak a jelenkorban állítólag már nem képesek fizikai testet magukra ölteni, de még mindig nagyon negatív hatással vannak az emberekre. Sőt, a Biblia alapján nem túlzás azt állítani, hogy a sátán a démonok segítségével az egész emberiséget félrevezeti. A Bibliából az is kiderül, hogy Mihály arkangyal egy nagy fejedelem, miként Gábriel is. Ugyanakkor Lucifer is ilyen angyali fejedelem volt valaha. Valószínűleg Lucifer volt a legnagyobb hatalmú. Ehelyütt szokták megjegyezni, hogy Isten nem a sátán teremtette, hanem Lucifert, majd Lucifer fellázadt Isten ellen azért, mert önmagát Isten fölé akarta helyezni. Lukács 14.11-ben ezt olvashatjuk. Mert mindenki, aki magát felmagasztalja, megaláztatik, és aki magát megalázza, felmagasztaltatik. Isten nem pusztította el Lucifert, csupán száműzte a mennyből. Lucifer azonban az angyalok egy részét magával vitte a lázadásba. Ez az angyalok egyharmada volt. Ezután teremtette meg Isten az első embereket, és a föld urává kívánta tenni őket. A lázadó angyalok állítólag elveszítették a szépségüket és a jóságukat, tehát látták tetteik következményeit. A gonoszság angyalai lettek ők. A bukott angyalokból eltűnt a szeretet. Helyette olyan principiumok tartoznak hozzájuk, mint a félelem, a düh, a bosszú, a gyűlölet, a harag és hasonlók. Jelenleg annyi derül ki a Bibliából, hogy a Teremtő egy birodalmat, egy olyan királyságot épített fel az angyalok teremtése által, amelyet ő irányít. A szeretet és az igazság elvei uralkodnak a mennyben, és ennek ellenkezői, a káosz és a gonoszság elvei a pokolban. Énok könyve. Énok könyvében is olvashatunk az angyalok lázadásáról. Amikor az emberek nemzedékei megsokasodtak, azokban az időkben az embereknek szépséges és bűbájos lányaik születtek. Az angyalok, az ég fiai pedig látták és megkívánták őket, és azt mondták egymásnak, menjünk, és az emberek lányai közül válasszunk ki magunknak asszonyokat, és hozzunk a világra velük gyermekeket. Azazel volt a lázadó angyalok vezetője.
valamennyien megesküdtek és átokterhe alatt szövetkeztek egymással, hogy megvalósítják terveiket. A könyv felsorolja a szövetségben résztvevőket. Ezután az asszonyok áldott állapotba kerültek, és hatalmas óriásokat szültek. Ezek a szörnyszülöttek mindent felfaltak, majd az embereket kezdték tizedelni, éhségüket csillapítandó. Végül egymás húsából lakomáztak, és egymás vérét itták meg, a föld pedig jajveszékelni kezdett. Azazel többed magával sokféle mágikus tudományt megtanított az embereknek. Az emberek egyre csak pusztultak, hangjuk az egekig hatolt. Mihael, Uriel, Rafael és Gabriel látta mindezt. Az Úr segítségét kérték. Azazel pedig azzal is megvádolták, hogy elárulta azt a tudományt, azokat a titkokat az embereknek, amelyeknek az égben lenne a helye. Ekkor határozta el a Teremtő, hogy özönvízzel fog véget vetni ennek a mérhetetlen erőszaknak és kínnak. Ez fogalmazódik meg Noé történetében. Az Úr Ráfaelt bízta meg azzal, hogy Azazélt kötözze meg, és vesse a sötétségbe az idők végeztéig, a nagy ítélet napjáig. A megrontott földet pedig Ráfaelnek kellett meggyógyítania. Gabriel kapta azt a feladatot, hogy az elfajzottakat elpusztítsa, és az igazságtalanságot megszüntesse. Mihaelnek többek között azt az utasítást adta az Úr, hogy pusztítson el a földön minden olyan lelket, aki törvénytelen gyönyörre szomjazik, valamint a felvigyázók fiait, akik az emberekkel rosszul bántak. Töröld le a föld arcáról az igazságtalanságot, a gonoszság minden művének vess véget, s ettől kezdve az igazságfája növekedjék, és ez az áldást fogja érlelni. Az igazság gyümölcsei pedig minden élőlény örömére örökké teremjenek, az igazak pedig kerüljék el a pusztulást, és maradjanak életben, amíg ezer utódot nemzettek, és ifjúságuk minden napját, és öregségük minden napját töltsék el békében. Spirituális szempontból. Spirituális szempontból az angyalok, Isten teremtményei, akiket az Úr, a Teremtő hozott létre önmagából, hogy az egyes teremtési folyamatokat vezényeljék és irányítsák. Az angyalok már az emberek teremtése előtt léteztek. A teremtés első mozzanata az volt, hogy négy főangyalt alkotott a Teremtő, nevezetesen Mihaelt, Rafaelt, Gabrielt és Sátanelt. Sátanel azonban nem teljesítette az Úr által kiszabott feladatát. Egészen pontosan nem kívánta szolgálni a teremtményeket, mert önmagánál jóval alantasabbnak tartotta őket. Ekkor elsőként Mihael vette fel a harcot, de alul maradt és vereséget szenvedett. E harc alatt az összecsapás gigászi erejéből keletkezett az első szolárfény. A szolárfény nem szerepel az általam ismert szentiratokban és isteni kinyilatkoztatásoknak nevezett művekben, holott a mai napig kulcsszerepet tölt be az egész univerzum életében. Talán majd egy másik alkalommal részletesebben is fogok vele foglalkozni. Visszatérve az első nagy összecsapáshoz, mivel félő volt, hogy Sátánel a többi részt is fellázítja az Úr ellen, és ezzel átveheti teremtője helyét, az Úr ezt megakadályozandó létrehozta a Tiuszt, amelyben tulajdonképpen egyesítette az ő oldalán álló három másik lényt, Mihael, Gabriel és Rafael erejét, és ezt az erőt adta Mihael kezébe a következő összecsapáshoz. Mihael a második ütközetben a Tius, tehát a hármasság erejével győzedelmeskedett. Természetesen az ütközet újfent egy különleges szubstanciát eredményezett a teremtésben. A diadalmas viadalkor egy hatalmas robbanás keletkezett, minek után az energia gyűrű formájában csapódott szét. A gyűrű apró gömbformákból állt össze, és ezekből a gömbökből születtek a bolygók, melyeket később a szolárfény termékenyített meg. Így ennek az összecsapásnak az emlékét őrzik a bolygók formájukban, főleg azok, melyeknek gyűrűjük is van. Ezáltal vált a gyűrű a teremtés jelképévé, miként ennek az eseménynek az emlékét, archetipusát őrzi, a szentek glóriája és az emberek jegygyűrűje is. Sátánel megbukott és legyőzetett, de nem szűnt meg végérvényesen létezni. Tévednénk, ha így képzelnénk el. Itt leginkább arról van szó, hogy bizonyos felállások egyszer mindenkorra megváltoztak.
Nyilvánvaló, hogy onnantól kezdve Sátánel már nem tölthette be azt a státuszt, amit addig magáénak tudhatott, jelesül, hogy ő volt a teremtő után, a teremtő közvetlen közelében az egyik leghatalmasabb entitás. Lázadásának köszönhetően kiesett az első pixisből, és a második körbe szorult vissza. Sátánelt megfosztották a rangjától, nevéből elvették az ELL végződést, amely csak az Úrhoz legközelebb állókat illeti, és ezek után kezdték Sátánnak nevezni. Büntetésképpen pedig még azt is ráródták, hogy minden anyagi síkon, minden anyagi világban fenn kell tartania egy testet, melyben az ő lelkének egy szikrája foglal helyet. Tökéletesség és teljesség. Sok emberben felvetődik a kérdés, hogy ha Isten tökéletes, mindenható és csalhatatlan, akkor miért nem teremtett tökéletes lényeket? Másik oldalról megközelítve ezt a kérdést, miért léteznek démonok? Miért tökéletlenek az emberek? Nos, valójában a teremtőben minden olyan, ami ennek lennie kell. A bukott, lázadó angyalok és maga a Sátán is egy tökéletes lény teremtményei. Önmagukban ők is képviselnek valamit. Nem tudom, hogy miért várjuk el az angyaloktól, hogy hibátlanok és tökéletesek legyenek. Először is mi emberek nem kellene, hogy minősítsük az angyalokat. Másodszor ők is fejlődnek, döntéseket hoznak és teszik a dolgukat. Szó sincs arról, hogy a mi értékrendünk ideái szerint tökéletesek lennének. Ők is tökéletesednek, de végső soron ezáltal fejlődnek, tudnilik, hogy megvalósítják valódi énjüket. Márpedig, ha egy isteni én a gonoszságot képviseli és a káosz szolgálja, akkor ő azzal szolgálja az urat, hogy pusztítással, megkísértéssel és gonoszsággal foglalkozik. További elgondolkodtató kérdés, hogy ha mi a teremtő képmására lettünk megalkotva, akkor vajon bennünk is van-e, lehet-e valamiféle lázadásra való hajlam? Tegyük a szívünkre a kezünket. Van. Tehát a teljességhez hozzátartozik, hogy mindkét polaritás, jó-rossz, igazság-hamisság, tudás-tudatlanság, jóság-gonoszság és a többi ellentétpár megtalálható bennünk, emberekben. Az angyalok egy része úgy döntött, hogy fellázad az Úr akarata ellen. Vajon mi most mit teszünk? A történelmünk mit igazol? A saját magánéletünkben melyik oldalhoz tartozunk? Képesek vagyunk-e önmagunkban harmóniát teremteni a bennünk tomboló erők dacára? Zárszóképpen pedig csak annyit, hogy nem biztos, hogy a tökéletesség minden teremtmény végső állomása, hiszen ha el is érjük önmegvalósításunk legvégső pontját, és úgymond tökéletessé válunk, akkor sem kell megállnunk, hiszen mindig újabb és újabb szinteket érhetünk el, és a teljesség egy magasabb fokozatát tapasztalhatjuk meg. Előadásaimról, könyveimről, a különféle istentiszteletekről, utazásokról és egyéb programokról a napvallas.hu oldal eseménynaptárjából tájékozódhatsz. További érdekes témákkal találkozhatsz a Száraz György, valamint az Igazságkereső című YouTube csatornámon, vagy ellátogathatsz a napvallas.hu és a boldognapot.hu honlapjaimra is, amelyek saját Facebook oldallal is rendelkeznek. Köszönöm a megtisztelő figyelmedet, Száraz György voltam, boldog napot!